Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Gályú síjelni megy. Egy gyönyörű téli napon Gályú és családja elment síjelni. Egyetlen felhő sem volt az égen. Nos, talán egy-kettő mégis volt. Mehetünk síjelni, Gályú? Gályú egy kicsit félt, mert még soha nem síjelt azelőtt. Sí, sí! Gyere, Rozi, mi elmegyünk forró csokiért. Akkor most szépen felöltözünk. Miért kell ezt felvennem? Azért, amiért a biciklin is viselned kell, hogy megvédje a fejedet. Oh-oh! Upszi! Ezek a cipők túl nehezek, anya! Ne aggódj, nem fogunk bennük sokat sétálni, csak síelni. Hogyan? Pont úgy. Nézd meg Sarát! Sara! Ahogy Gályú meglátta Sarát, rögtön felbátorodott. Sara, várj meg! Rozi síjel! Nem, de innen a melegből nézheted a többieket. És sok forró csokit ihatsz velem. Oh! Nem akarok felmenni! Nagyon magas! Gályú nem akart felmenni a felvonóval, mert félt, hogy el fog esni. Ha szeretnél síelni, akkor először fel kell menni. Ne félj, megyek veled. Látod, Gályú? Nem is olyan vészes. Anya, ez túl magas. Igen, de végig tartani foglak. Yeah! Szia, Gályú! Anya, én is úgy akarok síelni, ahogy Sara. Azt hívjuk hóekének. A léceiddel egy pizzaszeletet kell formálnod. Így? Igen, de egy kicsit hajlítsd be a térdeidet. Így! Semmi baj, Gályú. Mindenki elesik, amikor síelni tanul. Gyere, próbáld meg újra. Oldalra kell döntened a léceket, így. Gályú meg akarta mutatni Sarának, hogy teljesen egyedül is meg tudja csinálni. Nem akarok többet síelni. De nézd csak, már majdnem teljesen leértünk. Gályú büszke volt magára. Lehet, hogy néhányszor elesett, de mindig felkelt és megpróbálta újra. Megyek, iszom egy forró csokit. Én is. Rozi már alig várja, hogy nagyobb legyen és síelhessen. Bár le tudnánk csúszni a hegyről mindannyian, most rögtön. Én tudom, hogy tudnánk megcsinálni. A következő megálló szórakozás. Gályú nagyon izgatott volt, mert életében először ment hosszú vonatútra. Mikor érkezik meg a vonat, anya? Vonat! Valószínűleg hamarosan, kicsim. Új, ezek aztán nehezek. Csak két hétre megyünk, de te legalább egész nyárra csomagoltál. Apa, apa, hallom a vonatot! Mindjárt itt lesz! Gályú nagyon izgatott volt, de ahogy meglátta a vonatot egyre jobban közeledni, kezdett kicsit félni. Anya!
Hatalmas, ugye? Caillou nem is tudta elhinni, hogy a vonat milyen nagy. A hangja meg is rémítette. Nem akarok menni. Nincs mitől félned. Gyere, szálljunk fel. Önök ketten felszállnak? Igen, uram. Próbálunk. Akkor hívok valakit, aki segít a csomagokat felrakni. Igni! Messzire utaznak? Teljes 2 napig leszünk a vonaton. Valóban? Elárulod a neved? Caillou. És mondd, Caillou, aludtál már valaha vonaton? Még nem. Akkor imádni fogod. Majd meglátod, hogy rögtön álomba ringat. Hol vannak az ágyak? Ez izgalmas. Amikor besötétedik, előbukkannak. Mondd, hogy alvás 3-szor, tapsolj 1-et, és fogadok, hogy megjelennek. Komolyan? Bizony. De most el kell kérnem a jegyeiteket. Köszönöm. Bármelyik percben indulhatunk. Később találkozunk. Apa! Úgy néz ki, mintha mozogna a vasútállomás. Valójában a vonat mozog, Caillou. Csak úgy tűnik, mintha fordítva lenne. Gyere, menjünk el körülnézni, míg anya lefekteti Rosit. Menjünk! Caillou annyira izgatott volt, hogy körülnézhet a vonaton, hogy alig bírt csendben maradni. Elég nehéz a vonaton sétálni. Caillou úgy érezte, hogy sétálni a vonaton olyan, mint a vidámpart játékain ülni. Hol van a mostó? Nem tudom pontosan, de nem lehet messze. Keresünk egyet! Most! Caillou még soha nem látott ilyen kicsi mosdót egész életében. Nem is tudta biztosan, mi hogyan működik. Minden rendben van? Nem tudom, hogy működik, apa! Na hát, épp a te méreted. Nézd, megnyomod a gombot az öblítéshez, és utána megmosod a kezed. Caillou nagyon élvezte, hogy ilyen apró mosdóban lehetett. Sokkal kisebb volt, mint az otthoni. Szia! Ó, szervusz! Hogy hívnak? Caillou! Hogy tetszik a konyhám? Otthon nekünk is van konyhánk, de a sokkal nagyobb a tiédnél. Nos, az lehet. De a ti konyhátok is tud messzi-messzi vidékekre utazni? Nem mondhatnám, hogy tud. Meg tudnám mondani, hol van az étterem? Itt még étterem is van. Szia, Caillou! Hű, de jól néz ki. Szóval, megvolt már a nagy túra? Lássuk csak, mosdó, konyha és most az étterem. Ez egy elég nagy túra. Azt mondja, hogy még nem voltak a panorámakocsiban. Az a legszebb. Caillou annyi csodás élménnyel lett gazdagabb, hogy el sem tudta képzelni, mi lehet még ezeknél és a fagyikehelynél is sokkal jobb. Mi az a panorámakocsi? Ó, a panorámakocsi egy lenyűgöző hely. Felmész néhány lépcsőn, és hirtelen olyan, mintha egy repülőgépen ülnél. Egy repülő a vonaton. Innen egyenesen oda megyünk. Hó, lassabban, Caillou. Ugye nem szeretnéd, hogy megfájduljon a hasad, és ne tudj repülni? Menj csak fel, Caillou. Caillou nem tudta elképzelni, hogy lehet repülő a vonaton. Hogyan repülhetünk a vonaton, apa? Stanley csak egy repülőhöz hasonlította, mert a föld felett vagyunk, és a vonat is gyorsan megy. Majd meglátod. Hűha! Caillou, ez valami gyönyörű. Már érted, miért mondta Stanley, hogy olyan, mintha repülnél? Caillou elképzelte, hogy a saját repülőgépét vezeti. Élvezettel figyelte, hogy a felhők eltűnnek az üvegtető mellett. Gyere, Caillou, ideje lefeküdni. De én még nem akarok lefeküdni. Caillounak annyira tetszett a vonat, hogy még nem szeretett volna lefeküdni. Szabad!
azt mondja, hogy le kell feküdnöm, de nincsenek itt az ágyak. Tényleg? Ez különös. Sötét van már odakint. Megmostad a fogadat? Akkor azt hiszem, itt az ideje a varázsszavaknak. Emlékszel, mit kell csinálnunk, Kályu? Háromszor mondom, hogy alvás, és tapsolok. Alvás, alvás! Rózi, várj! Én nem vagyok kész. Most mindketten csukjátok be szépen a szemeteket, rendben? Kész vagytok? Ne lessetek! Rendben, Kályu, most szépen lassan mondd a három varázsszót. Alvás, alvás, alvás. Rendben, Kályu, kinyithatod a szemed. Jó éjszakát, szép álmokat. Jó éjszakát, Stanley. Kályut szépen álomba ringatta a vonat és a kellemes zaj, amellyel az éjszakában suhant. Kályu és a hajó. Tökéletes nap volt egy sétához a parkban. Hajó! És tökéletes volt a vitorlás hajóknak is. Víí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 í
Szia, ez az én hajom. Szép, ugye? Caillou nem szerette volna visszaadni a hajót. Azt kívánta, bár csak neki is lenne egy akkora hajója, amivel játszhatna a tavon. Akarok egy olyan hajót. Sok szép hajód van már otthon. Gyere! Ideje fedélzetre szállni, kapitány. Mi a baj, Caillou? A mi anyaghajók a kisbabáknak valók. Olyan hajót akarok, amilyet a tónál láttam. Ugorj be! Elmegyünk a tóhoz megnézni a hajókat. Annál sokkal jobb helyre megyünk. A nagymamával és a nagypapával töltitek a napot. Hol van a nagypapa? Szia, Caillou! Lent vagyok, épp helyet csinálok az új asztalomnak. Szeretnél segíteni, Caillou? Ez mi? Az apukád régi gyerekmedencéje. Egy kis munkával remek lesz neked és Rozinak. És ebben mi van, nagypapa? Ó, mindenféle régi vacak. Talán még dinoszaurusz csont is. Tudod, fogadni mernék, hogy ez még működik. Egy hajó. Ó, a régi hajóm. Az apukát segített megcsinálni, amikor annyi idős volt, mint te. Épp olyan, mint amiket a tónál láttam. Menjünk, tegyük vízre. Talán már nem bírná a vizet, Caillou. Nem tudom, hogy jó ötlete. Kérlek, nagypapa, tegyük vízre most. Nos, elvégre azért csináltam. Talán megpróbálhatjuk. Működik. Minden rendben. Minden jó hajónak vannak mélypontjai. Egy kis munka, és ez a hajó épp olyan lesz, mint újkorában. Caillou és nagypapája egész délután a hajót javítgatta. Vessétek rá a nevet kezdőbetűjét. Tökéletes! Mehetünk is a tóhoz. Még nem tehetjük vízre. Meg kell várni, hogy megszáradjon a festék. Caillou már azt hitte, hogy a festék sosem szárad meg. Száraz már? Azt hiszem, hogy ennyi idő alatt megszárad. Ez az! Nincs semmi baj. Csinálunk mi tavat magunknak. Gyere gyorsan! Caillou a farmer. Most mit csinálunk, anya? Egy reggel Caillou segített elkészíteni a kedvenc reggeliét, palacsintát. Kell egy tojás. Majd én hozom, anya. Nem találok tojást.
Ajaj, úgy tűnik, hogy elfogyott, és tojás nélkül nincs palacsinta. Ez volt aztán a peh. Kájú már annyira várta azokat a palacsintákat. Nem lesz palacsinta. Nincs palacsinta. Menjünk, vegyünk tojást, apa. Jó ötlet, Kájú. Észre sem veszitek, és már hozom is a tojásokat. Talán mivel csak egy tojás kellene, Hinkl bácsitól is kérhetnénk. Kérdezd meg, Kájú. Szia, Kájú! Kaphatok egy tojást? Hát persze! Ez egy friss házi tojás. Kájú még sosem látott barna tojást. Jártál már farmon, Kájú? És elmennél egyszer? Igen! Úgy látszott, hogy ezen nap mégis jól alakul Kájú számára. Talán palacsintát is kap, és lehet, hogy egy farmot is meglátogathat. Nagyon kedves öntől, hogy elviszi Kájút a nővére farmjára. Ó, nem gond. Mindig jól jön neki egy kis segítség a ház körül. Edd meg a palacsintát, Kájú. Ideje indulni. Kész vagyok! Felkészültél, hogy egész nap farmer legyél? Én itt éltem, amikor még kicsi voltam. Kájú nagyon nehezen tudta elképzelni, hogy Hinkl bácsi valaha is kicsi volt. Szia, Nancy! Szia, Póli! Nézzük csak, ki van veled. Ő a szomszédom, Kájú. Azért jött, hogy segítsen, és ma farmer legyen. Nos, örülök, hogy találkoztunk, Kájú farmer. Én Hinkl bácsi nővére vagyok, Nancy. Ó, Nancy, tiszta liszt lettem tőled. Hát persze, Póli, mert pitét sütök. Gyertek be és segítsetek. Valahogy így? Több liszt kell a tésztába, és kevesebb az arcodra. És tovább? Kell egy kis alma a töltelékhez. Majd én hozom őket. Hol vannak? Megmutatom, Kájú. Gyere velem. Kájú úgy gondolta, hogy ha egy kicsit magasabbra tudna ugrani, már el is érné az almákat. Gyere csak, segítek! Annyi gyönyörű alma volt a fán, hogy Kájú nem is tudta, melyiket szedje le. Ahhoz mit szólnál? De Hinkl bácsi segítségével kiválasztotta a legszebb almákat a fáról a pitéhez. Így jó? Bizonyán. Kájú alig várta, hogy megkóstolhassa. Mikor ehetünk belőle? Még egy darabig nem. Segítenél megetetni a csirkéket, amíg megsül? Fogadok, hogy még nem etettél csirkéket, ugye? Néha én etetem a cicámat, Gilbertet. Akkor te vagy a megfelelő ember a munkára. Kájúnak nem tetszett, hogy a csirkék üldözték. Megijedt tőlük. Ha jól sejtem, Gilbert nem ilyen akaratos, mint a csirkék. Ez távol tartja őket. Hess! 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 Hé! Gyere vissza! Most Kájún volt a sor, hogy megkergesse a csirkét. Megtaláltam! Kájún nem hitt a szemének. A tojás csak úgy megjelent. Honnan került ide a tojás? A csirke tojta. Ők tolják a tojásokat. Ez volt a kedvenc helyem, amikor kicsi voltam. Miért? Leginkább a hinta miatt. Imádni fogom. Feljebb! Feljebb! Yeah!
Caillou megijedt a mérges cicától. Gilbert sosem fújt rá így. Semmi baj. Valószínűleg ő jobban megijedt tőled, mint te tőle. Nézze! Értem már. Csak a kicsinyeit féltette. Ha nagyon csendben maradunk, akkor szépen leülhetünk és nézhetjük egy kicsit. Caillou még sosem látott ilyen apró kis cicát. Nagyon sokáig tudta volna nézni. Polly! Caillou! Gyere, Caillou! Caillounak nagyon tetszett a kis cica, nem akarta ott hagyni. Megtarthatom a cicát, Hinkl bácsi! Ó, még fiatal, és szüksége van az anyukájára. Neked pedig van egy cicád otthon, Gilbert. Gyere, úgy érzem, kész a pite. Caillou szerint ez volt a legfinomabb pite, amit valaha evett, és az egészet ő készítette. Megjöttél? Jó volt a farmon? Caillou sokat segített. Megetette a csirkéket, almát szedett, és pitét is sütött magának. És megfoghattam egy kölyök macskát is. És házi tojás, nincs is ennél jobb. Nem házi, hanem csirkés tojás. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.